megtaláljuk a dobozban az UDM Pro-t. Unify Dream Machine. Szerelés közben nem hagyjuk el a csavarokat. Bontsuk ki! Hát nézzük a belsejét. Erre is figyeltek a Ubiquiti mérnökök. Big, big thanks. Beszéljünk egy kicsit a tapasztalatokról, mert hogy ezt az eszközt én beüzemeltem a kis otthoni hálózatomban, és próbáltam kitesztelni minden kis apró részletét, csinyát, binyát, és ezt fogjuk veletek most megosztani. Mesélj arról, hogy mik az első tapasztalatok magáról a beüzemelés folyamatáról. Aha. Első konfiguráció, ilyesmi. Aha. Hú, hát ott már eleve kalandosan indult, mert hogy azzal a firmware load-dal, amivel megjött hozzám az eszköz, ugye ez egy elég korai darab volt, azzal már bent volt egy olyan bug, amivel egyébként tele vannak a Ubiquiti fórumai. Az pedig az, hogy amikor először kicsomagolod és bekapcsolod az eszközt, és adsz neki egy WAN-t, tehát adsz neki egy internet betáplálást, ő abban a pillanatban csatlakozni szeretne az internetre, és itt van egy nagyon fontos info, hogy ezt akkor tudjuk elkezdeni konfigurálni ezt az eszközt, ha van internetünk. Tehát ez anélkül nem megy, mert először egy úgynevezett owner kell az eszköznek, aki rendelkezik értelemszerűen Ubiquiti account-tal, és akkor ahhoz hozzá köti az eszközt, tehát az ownerhez hozzá köti az adott routert, és majd ő tud ugye szuper adminokat meg adminokat kijelölni. A lényeg, hogy az első rákötésnél ő nem volt hajlandó internetet detektálni. Tehát, hogy azon az adott porton, amin ő megkapta, azon egyébként egy laptop vegan internetezett több száz megabites sávszélességgel, de ő a kis felületén annyit jelzett, hogy no internet detected, és hogy kössem rá, és hogy ő addig őnet egy tapottat se, amíg nem kap netet. És akkor a fórumok bujásából az derült ki, hogy be kéne SSH-zni, hát a default állapotra ráhúzni egy factory resetet, és utána még azt egy ilyen SSH-n keresztüli firmware frissítéssel eliminálni ezt a bugot. De igazából én nekem akkor lett elegem az egészből először. Na jó, először és utoljára, mert egyébként szerethető az eszköz nagyon. Ott hagytam egy estére, és reggel, amikor ugyanúgy elővettem már tiszta fejjel, akkor már azt írta, hogy van internet, és hogy kezdjük el konfigurálni, adjam meg a ownernek a credential adatait. Meg kellett szokni az európai levegőt. Hát én nem tudom, mi történt vele ott a regszekrényembe, de ő azért elbénázott egy kicsit. De azért, mivel a Ubiquiti fórum ezzel a problémával tele van, azért várhatjuk, hogy egy következő release-nél ezek már azért nem lesznek meg, tehát elsőre igen. Meg fogja találni az internetet. Igen, 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 igen. Ja, még egy apróság, tényleg itt fontos megjegyezni, hogy mint ugye már említettük, ez egy Unify OS device, tehát ezen egy alapvetően más szoftver fut, mint az eddigi UCK G2-kön, meg egyebeken. Egyenlőre nem lehet migrálni. Egy UCK G2-ről lehúzott backupot nem tudsz rátölteni. Nem is egyeznek meg a controller verziók. Ergo emiatt is dobja vissza. Tehát ez egy egyel újabb verzió jött, mint amivel az UCK G2 legfrissebb verziója volt akkor épp elérhető. Tehát itt még azért vannak ilyen migrációs gondok, azt tudni kell, hogy nekem újra kellett húzni az egész hálózatot. Sőt, tehát ugye azt is jegyezzük meg, hogy annyira új ez a csapás irány, hogy van az Unify felhő, ahol ugye a kontrollerjeinket tudjuk távolról menedzselni. Már az URL cím is teljesen más, ahol a hagyományos kontrollereink vannak, illetve ahol a Dream Machine található meg. Igen. És keresztben nem is látszódnak egyik a igen. Másikba. Tehát látszik, hogy itt teljesen, mintha kidobták volna a régi szoftvert, meghagyták a dizájnt, és így akkor nullából elkezdtek volna építkezni. Igen, igen, igen. Ez egy új fejezet lesz nagy valószínűséggel igen. A Ubiquiti Unify történetében, ez az Unify OS. Igen, jó. És akkor jól tudom, kötöttél mellé egy switchet, mert hogy a 8 igen. Port az kevés volt neked. Az is egy kicsit kalandos volt, mert és valószínűleg sokan a felhasználók közül ugyanezt fogják csinálni. Az új generációs USV-ket fogjátok hozzá esetleg megvásárolni. Aki cikkszám mágus, jegyezzük meg, mi ez az USV. Az USV az Unify Switch, de ez a Gen 2-es Switch családot jelöli, mert a korábbiakat csak US-sel jelölték. Az USV-k a Gen 2-esek, a Gen 2-eseken találtok mindig kijelzőt. A Gen 2-esekből van olyan, amin van ez a másodlagos táp bemenet, és ugye azt kell tudni, hogy a nem Pro switchek, azok nem SFP plusz porttal jönnek, hanem csak sima SFP porttal jönnek. Viszont a Dream Machine az SFP plusz portos, és az auto negotiation az nem működik megfelelően. Tehát, hogyha veszel egy gyári DAC kábelt, egy Ubiquiti DAC kábelt, és ezzel szeretnéd uplinkelni a switchedet a routertől, akkor manuálisan be kell lépni, és az adott uplink portot
azt le kell szabályozni 1 gigabit full duplexre, és onnantól fogva megkapja az uplinket a sima USV. Az USV Pro-kkal ez nem lesz gond, mert ott 10 gigás a kapcsolat. Így van. Igen. De hát ugye ennek automatán működnie kéne, hiszen ezért autonegotiation, ezért elmondhatjuk, hogy valószínűleg itt is majd valamelyik következő szoftververzióban ez már ki lesz javítva, és nem kell ilyenekkel foglalkoznunk. Reméljük a legjobb. Mi hamarabb jön a update. Dual van, azaz kettős internet. Sikerült kipróbálni valahogy? Bezonyám, egy LTE eszközt raktam a One 2-esére. Egyébként egy Ubiquiti RJ45-ös SFP porttal, ami érdekes módon, by the way, az egy sima SFP, tehát az egy 1 gigás RJ45-ös port volt. És ott felismerte, hogy és ott gond nélkül felismerte. Mindegy, a lényeg, hogy rá sikerült kötni a One 2-re a Razen beérkező backup internetet, és leteszteltem, és ez fantasztikusan működik is. Tehát amikor én kihúztam az optikai betápom modemjéből a tápot, akkor rövid idő elteltével átállt a mobilnetes betápra. Ott csináltam is speed tesztet, jelezte is, hogy más a szolgáltató a speed teszt, és amikor visszadugtam és visszaszinkronizált a GPON-ONU, akkor meg vissza is állt, és ott meg ugye jóval nagyobb sávszélesség állt utána a rendelkezésre, valamint jelezte, hogy a másik szolgáltatón keresztül van most már internetet. Ez a dolog jól működik benne, ezt el lehet mondani. Tehát akkor ez failoverben működik, és ugye a hagyományos Unify routerekben van egy load balance funkció is a beállításoknál. Kipróbáltad a load balance-ot? Nem tudtam, mert nem lehetett. Tehát úgy néz ki jelenleg a kezelő felületen ennek a feature-nek a beállítása, hogy ez egy legördülő menüben van kiírva, hogy failover a One 2-es port, de nem tudod legördíteni a menüt, ami azt vetíti legalábbis számomra előre, hogy ez a feature implementálás alatt van, már a kezelőfelület fel van készítve arra, hogy itt a felhasználó átállíthassa load balance-ra, de jelenleg ez a feature még nem elérhető. Hát kíváncsi leszek, hogy majd mikor egy ilyen mobilnetes betápot és egy valamilyen optikai netes betápot ő így megpróbál majd load balance-olni, hogy ezt hogy tudja megoldani. Kíváncsi vagyok. Reméljük, hogy ez is pár szoftververzió után megjelenik, és majd leteszteljük és megmutatjuk nektek. Jó, akkor ez volt nagyjából a beüzemelés, lett internete a hálózatodnak, egyéb ilyen extra funkciókról, érintőképernyő, mit tud, mi látszik rajta, mi nem látszik. Lehet, hogy ezt kellett volna előre venni, ez a kis eyecatcher tudsz rajta. Arra alkalmas, hogy ilyen alapvető adatokat olvassunk ki az eszközből, hogy adott LAN-port vagy adott WAN-port az éppen milyen terhelés alatt áll, ezen kívül firmware verziót, controller verziót tudunk ellenőrizni rajta, és van még egy nagyon fontos feature-e, ami talán még nagyobb eyecatcher funkció, és ez pedig az AR. AR. Van AR támogatott az eszköz. Aminek az a lényege, hogy a kis kijelzőn meg tud jeleníteni egy QR kódot, amit hogyha a controller applikációba, egy erre képes telefonon persze, belépünk, és a kamera elé irányítjuk ezt a QR kódot, akkor tulajdonképpen AR-ben megmutatja, hogy az adott portokon milyen kliensek lógnak, és ez egy olyan koncepció, ami azt hivatott megkönnyíteni, hogy egy adott rekszekrényben, úgy értelemszerűen nem csak az UDM-ek, hanem az USV-knél ez a funkció ugyanúgy elérhető. Tehát amikor kinyitunk egy rekszekrényt, és ott van 37 darab kábel bedugva 3 switchbe és egy routerbe, akkor ott láthatjuk, hogy az adott portokon éppen melyik kliens szerepel, melyik kliens van rádugva. Végre megszabadulunk az Excel táblás port statisztikáktól, illetve port nyilvántartásból, hanem a zsebűből kiúzott telefonnal akkor, hogyha valaki jelzi felénk, hogy nem működik rendesen a laptopjába dugott kábel, akkor az, ami a rendszergazda telefonja, a végszkenneli, és akkor ebből látja, hogy ez a port az, és akkor nem linkel úgy, ahogy kéne. Igen, az érdekes. Ez egész érdekes funkció. Habár itt találkoztam megint egy buggal, vagy feature-rel, most ebből a szempontból nem tudom, hogy melyik, de az biztos, hogy a Unify-ben időről időről felbukkanó bug, controller verzió függvényében, hogy az adott klienseket, a Wi-Fi-s klienseket, amik ugye csatlakoznak vannak a hálózatunkra, majd ugye lecsatlakoznak, azokat még mindig kapcsolódott kliensnek tünteti fel a controller, csak nem adott AP-hoz rendeli őket, hanem adott corporate hálózathoz, tehát vezetékes hálózathoz rendeli a Wi-Fi klienst, egy darabig, amíg egyszer csak már úgy kigyomlálódik a rendszerből. Na most ez a bug, vagy feature, ez most a vezetékes hálózaton is megjelent, mert hogyha figyelmesen néztétek a OR videót, amit itt a videóba beraktunk, akkor ott láthatjátok, hogy van egy olyan LAN-port, ahol egy routert
mutat, egy alhálózati routert mutat csatlakoztatva, de nincs bedugva semmilyen kábel. De időben ez eltűnt onnan, gondolom. Amikor sikerült egy újraindítással kigyomlálnom. De úgy hagytam 3 vagy 4 napot, és ott maradt. Tehát, aha, hogy ez bug. Igen. Tehát akkor majd ez egy ilyen 3-4 úgymond feature-t most felsoroltunk, ami miatt nagyon várjuk azért az új szoftververziót, és reméljük, hogy azért ezeket orvosolni fogják. Biztosan egy olyan egyébként véglegesebb kiadásra, mert végleges ez is, de hát mégiscsak egy ilyen elég korai. Adatlapon ugye 3,5 gigabitet ígér a gyártó nekünk sebességre, hogy annyit tud áteresztani. Méghozzá IPS, IDS, DPI funkciók mellett. Mert egyébként majdnem 10 gigabit, ha ezeket kikapcsoljuk, akkor majdnem 10 gigabit az áteresztő képesség a routernek, ami egyébként halljuk be, tisztességes. De ha bekapcsoljuk ezeket a feature-eket, ami miatt egyébként várhatóan megvesszük ezt a routert, akkor ez lecsökken 3,5 gigára. Na most ezt próbáltam kitesztelni, erre nem volt lehetőségem, tehát nekem nincsen 3,5 gigabites internet kapcsolatom, hogy nem. De van egy pár száz megás netem, és azt ki tudtam terhelni vele úgy, hogy mögé kötöttem egy NAS, tulajdonképpen az internetről kezdeményezett letöltést csinálta, és 39 megabyte per szekundum csúcs értéket mutatott nekem a NAS, ami a UDM CPU-t 60%-ra terhelte ki. Tehát de az IPS, meg az egyéb funkciók be voltak kapcsolva. Természetesen be volt kapcsolva minden funkció, hogy izzasszuk meg jól a routerünket, de azért az beszédes, hogy 60% VS 320 megabit a 30, igen, körülbelül úgy, valahol ott igen. Van. Tehát, hogy azért az nem áll arányban azzal a 3,5 gigabites adatlapi értékkel. Itt valószínűleg a kapcsolat fajtája miatt lehetett. Ugyanekkor a terhelésnél más jellegű forgalomnál lehet, hogy kisebb lesz a CPU terhelés, amúgy lehet, hogy nagyobb is lesz sok kis apró csomagnál. Majd megpróbáljuk ezt is a valamilyen gyakorlati router teszt videóba megmutatni nektek, kitesztelni. De az is lehet, hogy ez majd megint egy következő firmware verzióval finom hangolódik, és sokkal nagyobb kapacitásra lesz képes, lehet, hogy csak 20%-ra fogja kiterhelni idővel egy ilyen terhelés. Ez is lehet. De az biztos, hogy függ attól, hogy éppen milyen forgalmat kap az adott routerünk, mert hát a csomagszám terheléstől biztos függ ez, mert ugye bele kell nézni a csomagokba az adott, például az IDS esetén. Akkor mi a véleményünk az UDM Pro-ról? Igazából kis és középvállalati irodákban én jó szívvel tudnám ajánlani, hisz benne van a Network Controller funkció, ő maga egy router, egy egész jó tudású router, ugye a csomagvizsgálattal. Dual van, az is jó. Dual van, igen, nagyon jó kiegészítők. Benne van a VoIP telefonközpont lehetősége, benne van a beléptető rendszer kezelésének a lehetősége, illetve a kamerák képeit tudjuk ugye rögzíteni vele, visszanézni. Ugye ezek a szoftveres funkciók mind megtalálhatók benne. Tehát ez egy egész jó turnkey megoldás lehet egy ilyen kis közepes méretű irodába. És ez még csak a kezdet, tehát majd lassan ráköthetjük a világítást is talán, hogyha azt is támogatni fogja. Meg hát a közeljövőben egyéb szolgáltatásokat is várhatóan majd ez fogja kiszolgálni, amiket bejelent a Ubiquiti. És viszont te ugye otthoni körülmények között tesztelted, ajánljuk ezt otthonra is? Szerintem mindenki. Tehát azt lehet látni, hogy a Ubiquiti Unify az leszivárgott az otthonokba, az okos otthonokba, a power userek olyan all-in-one megoldást keresnek szintén, hogy ne kelljen lehetőleg külön funkciókra, mindenféle külön eszközöket implementálni a hálózatba. Ott várhatóan az access meg a VoIP az nem lesz érdekes dolog, viszont nagyon sok helyen azt látom, hogy ez az IPS-IDS funkció, ez a biztonság, otthoni hálózatunk, smart home-unk, IoT rendszerünk biztonsága az fontos. És ugye ebben van ez a funkció, tehát ez hivatott arra, hogy megvédje a betörésektől, a hackkelésektől a hálózatunkat. És mellette még a gigabites netünket is remélhetőleg ki fogjuk tudni használni. Tehát kevés olyan router van, amiben annyi számítási kapacitás kapott helyet, hogy ezt a funkciót ellássa, és mellette egy smart home-nál jellemző, hogy van azért egy kamerarendszer, ami valamilyen szinten a letelepített kamerák képeit gyűjti, tehát azt a funkciót is ellátja, és itt jön talán be a legfontosabb megint, hogy az ajánlás az ugye mindig egy ilyen ár összehasonlításnak a
dimenzióját is figyelembe kell, hogy vegye, és ez egy nagyon jó vétel. Tehát az intróban láthatott három terméket, ha összeadjuk, mármint az árait, akkor hány százalékkal olcsóbb ez a termék? Hogyha a rekkes routert hagyjuk benne, akkor 75%-a. Ez. De itt jegyezném meg, hogy ebben nincsen HDD előtelepítve, tehát azért ez még árnyalja a képet, de attól függetlenül még mindig jóval olcsóbb, mert abban csak egy 1 terás HDD van, ami lehet, hogy kevés. Így van, és hogyha a kisebb routert hagyjuk benne a csomagba, akkor pedig... A sima USG-t. Akkor egy 10%-kal olcsóbb. Tehát még úgy is olcsóbb. Még úgy is olcsóbb. Még úgy is olcsóbb, de a kis routernek a számítási kapacitása, ha bekapcsoljuk az IPS IDS-t, akkor az ilyen, emlékeim szerint ilyen 70 megabit. 70 megabitet tud átereszteni magát a netből, hogyha be van kapcsolva az IPS IDS. Tehát az egy elég régi hardware, by the way, ez a feature nem létezett, amikor az a hardware kijött. Ez az update, ez az irány. Illetve még azt is érdemes megjegyeznünk, hogy a intróban bemutatott csomagok vagy úgy néznek ki, hogy egy egyunitos egység és 2 darab polcra rakós egység, vagy pedig 3 darab polcra szerelős egység, helyett egy unitba belefértünk. Igen. Tehát, hogyha otthon van egy kisebb méretű regszekrényünk, mert már úgy alakítottuk ki a hálózatunkat, akkor helyet tudunk spórolni, akár ezzel az árkülönbözettel. Uh-huh. Igen. És ezen kívül, ami sokaknak, itt most a power userekre gondolok elsősorban, de irodában sem mellékes, a hangnyomás az jóval kevesebb lesz, mert az előbb említett router, az USG Pro 4, tehát a rekkes korábbi USG router, az elképesztő hangos tud lenni, ez jóval halkabb, és ez, ebben benne van minden ezen kívül, tehát ebből a szempontból is előnyben vagyunk. És akkor ennek a kis testvére árban, hogy helyezkedik el, ő hozzá képest? A kis testvér, az UDM simán, az 3/4 a nagynak, de ugye nincsenek benne az egyéb szolgáltatások, csak a network controller, nagyon fontos, valamint nincs rajta dual-van, és gyengébb benne a hardware, de nem nagyon találtunk részleteket, legalábbis az IPS IDS kapacitása jóval kisebb, de csak annyi különbséget láttunk az adatlap szerint, hogy nem DDR4-es, hanem DDR-RAM van benne. Ami érdekes, ezt pontosabban nem értem, hogy miért. Valahol még a részletekben elbújik ez a kis ördög, viszont van előnye ő hozzá képest, mert egy Wi-Fi AP-t találtok benne. Így van. Azt hiszem ennyi volt az adás, köszönjük figyelmeteket! Sziasztok! Ciao. Iratkozzatok fel! Iratkozzatok fel! Nyomjatok csengőgombot! Ciao.